Új távfelügyeleti központ, korszerű technika védi a városlakókat. Szolgálatfejlesztés, projektzárót tartott a Református Egyház. Októberi forradalom, megkezdődtek a megemlékezések Nyíregyházán. Híradó a Nyíregyházi Televízióban, jó estét kívánok! Korszerű videó távfelügyeleti központot avattak a Pinkerton cégcsoportnál. Az új berendezésekkel, modern körülmények között képekkel is figyelik a jövőben a cég által őrzött objektumokat. A beruházás kapcsolódik a Nyíregyházán elindult digitális város projekthez. Közel 15 millió forintból valósult meg az az új beruházás a 20 évet távfelügyelettel foglalkozó Pinkerton cégcsoportnál, amellyel a térség egyik legmodernebb felügyeleti központja jött létre. Az új centrumban képeken is meg tudják nézni azokat a helyszíneket, amelyeket éjjel-nappal őriznek. A rendőrségen is működő központi ügyelethez hasonlóan számítógépes fejlesztéssel és biztonsági kamerarendszerek kiépítésével védi a cég a jövőben Nyíregyházán a felügyelete alá tartozó közel 600 objektumot. Nagyon jó bűnmegelőzési hatása van önmagában annak, hogy ezeket a rendszereket telepítik. Gyakorlatilag aki meglátja a címkéinket, azt hiszem van az ajtón is, az ott elgondolkodik, hogy érdemes-e ide betörni, mert perceken belül ott lehet a kivonuló csoport, tehát egy nagyon jó bűnmegelőzési lehetőség ez Nyíregyháza város közbiztonságának javítása érdekében. A távfelügyelettel foglalkozó cég érdeklődését felkeltette a Nyíregyházi Napló 2015. március 27-i száma, amelyben dr. Kovács Ferenc Nyíregyháza polgármestere a digitális város fejlesztéseiről számolt be. Nyíregyházán akkor kezdődött el az országos széles sávú internethálózat kiépítése. A digitális város projekt keretein belül Nyíregyházán és környékén az év végéig minden háztartásnak biztosítják a szupergyors világháló elérés lehetőségét, mellette pedig intelligens városi szolgáltatásokat alakítanak ki, amelyek az itt élők életét könnyíti meg. A digitális város projekt, az remélem, hogy a gazdaságfejlesztésben, a versenyképesség javításában is megjelenik majd, és hát bizony itt a Pinkertonnál megjelent. A jelentősége az, hogy egy régi nyíregyházi vállalkozás a legmodernebb technológiával valósított meg egy beruházást, amit már tulajdonképpen a digitális város projektre építve hozott létre. Nyíregyházán a közbiztonság javítására az utóbbi években kiemelt figyelmet fordít a városvezetés. Az önkormányzat térfigyelő kamerák telepítésével, a rendőrség közreműködésével ügyel az itt élőkre. Mindezek mellett a városgondnok, a polgár és mezőőrök, valamint a közterület felügyelők is azon dolgoznak, hogy a városlakók nyugalomban tölthessék mindennapjaikat. A digitális város projekt keretein belül pedig további biztonsági előírások várnak megvalósításra. A jobb ellátás érdekében képességfejlesztő tréningeken vehettek részt a Magyar Református Egyház szociális területen dolgozó munkatársai. A reformátusok erre a célra 198 millió forint pályázati támogatást nyertek el a Széchenyi 20-20 forrásaiból. A pénzből tréningeket szerveztek, egy új informatikai rendszer alapjait vetették meg, és szakmai anyagokat készítettek. Gál Sándor a Nyírségi Református Egyházmegye esperese Isten igéjével köszöntötte a zárókonferenciára érkezőket Nyíregyházán. A szolgálatfejlesztésben résztvevők ezt követően összefoglalókat hallgathattak meg a közel 200 millió forintos programról. A pályázati forrást az egyház intézményvezetők és a szociális szférában dolgozó munkatársak továbbképzésére fordította, de jutott belőle egy digitális adminisztrációs rendszer kidolgozására és szakmai anyagok gyártására is. A reformátusok hasznosnak találták az országos programot. Olyan kapcsolatok épültek ki ebben a szolgáltató rendszerben, melyek eddig nem épültek még ki. Rendszeres a kapcsolat az intézményekkel, a szolgáltatásokkal, de ezzel a szakértő munkával még komolyabb szakmai kapcsolat alakult ki. Tudatosítottuk az egyház minden résztvevőjében és az egyházi szolgálatok minden résztvevőjében azt, hogy a szolgálat fejlesztésre folyamatosan szükség van.
A konferencián az Emberi Erőforrások Minisztériuma képviseletében Fülöp Attila vett részt. A helyettes államtitkár azt mondta, az egyházak munkája a szociális területen is elismerésre méltó. Többek között ezért is támogatták a reformátusok szolgálatfejlesztési törekvéseit. Az egyházi intézményeknek megvan az a plusz feladata is, lehetősége és küldetése is, hogy kifejezetten törődjenek azzal, hogy a bentlakóknak nem csak a testi egészségének vagy a testi megúvásról szól, hanem a lelke gondozásáról, arról, hogy attól, hogy valaki intézményben él, attól, hogy valaki valamilyen ellátásra szorul, attól még ugyanolyan fontos, hogy minden percét értelmesen töltse. A Magyar Református Egyháza különböző szociális intézmények és szolgálatok segítségével 35 ezer ellátótról gondoskodik Magyarországon, és 500 féle intézményt és ellátási formát tart fenn. Az egyház célja, hogy modern eszközökkel és jól felkészült, korszerű ismeretekkel rendelkező munkatársakkal végezzék a szociális feladatokat. Koszorúzással emlékeztek az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseire és eseményeire Nyíregyháza több pontján. A város önkormányzati képviselői, intézmény vezetők, civil szervezetek és diákok közösen helyezték el az emlékezés virágait. Az 59 esztendővel ezelőtt zajlott forradalom és szabadságharc eseményeit idézték fel a Kodály Zoltán általános iskola diákjai, a mártírhalált halt miniszterelnök Nagy Imre Dombor művénél. Fél tíz körül a tüntetők ledöntötték a Dózsa-György úton álló Sztálin szobrot, a zsarnokság jelképét. A megemlékezésen a város önkormányzati képviselői, civil szervezetek és intézmények vezetői koszorúval tisztelegtek a forradalom és szabadságharc hősei előtt. Az 56-os mártírok és hősök emléke nagyon-nagyon rendhagyó számunkra, hiszen nem egy nagyon régen történt eseményről van szó, mint a történelmi emlékeknél általában, hanem ez egy itt élő, köztünk élő dolog, nem túl régen történt. Vannak családok, hősök, akik még itt élnek közöttünk, és ezért is nagyon-nagyon fontos az, hogy tiszteljük az emléküket, és példaként álljon előttünk, és kötelességünk emlékezni ezekre a dolgokra. A koszorúzást követően a megemlékezők a Nyíregyházi Büntetés Végrehajtási Intézet épületén elhelyezett emléktáblánál idézték fel a forradalom és szabadságharc két helyi hősének tetteit, Szilágyi László és Tomaszowski András. Az eseményekben való aktív résztvételük miatt hónapokig raboskodtak a börtön falai között, a forradalmat leverő hatalomátvételt követően mindkettejüket kivégezték. A megemlékezésen hozzátartozóik is virágokkal rótták le tiszteletüket. Ilyennek soha nem szabad még egyszer előfordulni. Tehát mindenféle diktatúra, mindenféle olyan ideológia, amely a másik lelkébe akar behatolni, azokat az ideológiákat nagyon messze kell tartani tőlünk. Egy főhajtás, egy köszönet, egy elcsendesülés mindenféleképpen, ezek a percek arra nagyon jók, és el kell gondolkodni azon, hogy igen, a mostani emberek, akik most élnek, egy nagyon nagy hálával tartozunk ezeknek a hősöknek. A nap folyamán a forradalom és szabadságharc több helyi vezetője és hőse előtt is tisztelgett az utókor a megemlékezők Dandos Gyula, dr. Babic Béla, Bán István és Rácz István emléktábláinál helyezték el koszorúikat. Nyíregyháza önkormányzata október 23-án 10 órai kezdettel tartja ünnepi megemlékezését a Hősök terén az 56-os emlékműnél. Emlékezés a Hősökre címmel három ország határain átívelő testvér- és partnervárosi, illetve testvériskolai és civil programot szervezett a Szent Imre Katolikus Gimnázium több szervezettel együttműködve. A Nyíregyházi önkormányzat támogatásával megvalósuló kétnapos program célja, hogy a határon túli és a hazai diákok történelem tudása egységes legyen. Tépjétek le a vörös rögyöket, tapossátok a fekete sárgot. Az 1956-os forradalom és szabadságharcra emlékeztek a Szent Imre Katolikus Gimnázium általános iskola, kollégium, óvoda és alapfokú művészeti iskola tanulói. Ezek a programok azért nagyon jók, mert emlékeztetnek engem, aki nem élt ilyen diktatúrában, akinek a szabadság, a szabadon való gondolkodás teljesen alapvető, emlékezteti, hogy ez nem volt mindig így, és ezt mi, az én generáció már készen kaptuk. És az 56-os hősök ezért életüket, szenvedésüket, könnyüket adta. És ezt nem szabad elherdelni. Erre jók ezek az emlékezések.
Az eseményre az intézmény határon túli testvér és partneriskoláinak képviselőit is meghívták, így Munkácsról és Szatmár Németiből is érkeztek diákok. Az ünnepi megemlékezés része annak a kétnapos projektnek, amelyet Nyíregyháza önkormányzata is támogat. Ilyen program több okból is jogosult a támogatásra. Egyrészt itt vannak a határon túli diákok, a testvériskoláktól, akiket mi mindig támogattunk, támogatni is szeretnénk. Másrészt 56-ra emlékeznek, a program cím emlékezés a hősökre. Ugye 56-ban nagyon sok diák vett részt a magyar forradalomban, és én nagyon fontosnak tartom, hogy megismerjék a mostani diákok, mi történt, miért történt, tudják értelmezni a múltjukat, enélkül a jelenüket sem tudhatják, és hát nem is beszélve arról, hogy a jövőben hova juthatnak. Az intézmény testvériskolai kapcsolatai Munkáccsal és Szatmár Németivel egy évtizedes múltra nyúlnak vissza. Nagyon fontos, hogy a határon túli és az anyaországi magyar gyerekek tudása a történelemről közös legyen. Ez is a határok feletti nemzetegyesülés, egyesítés célját szolgálja. A Szatmár Németiből és Munkáccsról érkezett diákok a projekt keretében az 56-os eseményekhez kötődő koszorúzásokon vesznek részt, látogatást tesznek az állatparkban, valamint a főváros megismerésével zárják a programot. Végéhez ért a Tágasságot nekünk is című művészeti integrációs személyiségfejlesztő projekt a Vásárhelyi László Alapfokú Művészeti Iskolában. Mindjárt jönnek a részletek, előtte azonban nézzük a nap további híreit. Közlekedési baleset történt ma reggel a Család utca és a Belső körút kereszteződésében. Egy autós nem adott elsőbséget a Törzs utcán szabályosan érkező személygépkocsinak és összeütköztek. A vétlen jármű sofőrjét a mentő kórházba szállították. A nyíregyházi állatparkban tartottak helyismereti bejárást a nyíregyházi tűzoltók. Ellenőrizték a menekülő útirányokat, a porraloltó készülékeket és tűzcsapokat, valamint egy szituációs gyakorlaton is részt vettek. Az északi temető főbejáratánál újra festették az elárusító helyek területét. A temetőben már készülnek a jövő hétvégi halottak napi megnövekvő forgalomra. A térségi hulladékgazdálkodási Kft. Tájékoztatja a tisztelt lakosságot, hogy október 23-án a hulladékszállítása a megszokott járatrend szerint történik. A hulladékudvarok, valamint a regionális hulladékkezelő üzem zárva tartanak. Végéhez ért a Tágasságot nekünk is című művészeti integrációs személyiségfejlesztő projekt a Vásárhelyi László Alapfokú Művészeti Iskolában. A 18 hónapon át tartó programsorozat a hátrányos helyzetű tanulók beilleszkedését célozta meg. Hangkoham zenekar is bemutatkozott azon a projektzárón, amely egy másfél éven át tartó munkafolyamatot búcsúztatott. Az Európai Uniós forrásból közel 30 millió forintból megvalósuló programot a Vásárhelyi László Alapfokú Művészeti Iskola 8 településen valósította meg. A célja elsősorban a hátrányos helyzetű gyerekeknek a személyiségfejlesztése, a szülők bevonásával, családi programok, rendezvények megvalósítása, amin keresztül egy kicsit a szülőket is szerettük volna befolyásolni oly módon, hogy lássák, hogy a gyerekeik milyen ügyesek, milyen fantasztikusan működnek együtt a pedagógusokkal, mind a képzőművészet, mind a tánc, mind pedig a színművészet területén. A program része volt, hogy a kerék köré csoportosultak a különböző művészeti ágak. A színművészet és a táncművészet tanszak tanulói olyan produkciókat mutattak be, amelyek valamilyen formában kapcsolódtak a kerék fogalmához. De a kereket dolgozták fel alkotásaikban a képzőművészet tanszakos hallgatók is, akik műveit az iskola székhelyén mutatták be az érdeklődőknek. A pályázat részeként nem csak a hátrányos helyzetű gyermekek művészeti nevelését valósították meg a pedagógusok, hanem családi programokról is gondoskodtak.
Ezeken az eseményeken a szülők is részt vettek az alkotó folyamatban, közösen hoztak létre gyermekeikkel képzőművészeti tárgyakat, vagy együtt tanultak dalokat az éppen aktuális ünnepekről, és előadásokat hallgathattak meg az egyes eseményekhez kapcsolódó szokásokról. Ezeken a foglalkozásokon több generáció együttesen tapasztalhatta meg az örömteli ismeretszerzés fogalmát. Egy találkozót rendeztek a labdarúgó Magyar Kupa harmadik fordulójában. A Nyíregyháza Spartakusz a Vasast fogadta. A piros-kékben játszó nyíregyháziak célja egyértelműen az volt, hogy bebizonyítsák, az első osztályból történt kizárások után csak papíron számítanak NB3-as csapatnak. Jól is kezdték a hazaiak a mérkőzést, és a 17. percben Zsovcsák szabadrúgását követően rezeslőtt a hosszú sarokba. Az első félidőben főleg a Spartakusznak voltak helyzetei, fordulás után viszont aktívabb lett a Vasas. Ez az 55. percben gólban is megmutatkozott, Remili húzott el a bal oldalon, majd kilőtte az alsó sarkot, ezzel 1-1 volt az állás. A rendes játékidőben több gól nem esett, így jöhetett a hosszabbítás. Itt a 111. percben Kostis tör be a 16-oson belőre, ahol szabálytalanul szerelték az angyalföldiek. A megítélt büntetőt a sértet végezte el, de Hermány bravúrosan hárított. Volt így nem hozott a ráadás, és jöhettek a büntetők. Kostis, ez belövi! 1-0! Egy védő, Ovsienko vele szemben, 1-1. Zsovcsák! Ez is bent van! Na nézzük, Vida és Ovsienko. Vida is belövi. Rubus, bent van! 3-2! Na nézzük, hát ha megfogja Öcsi. És megfogja! Ovsienko Vladimir megfogja! Gyakorlatilag bemelegítés nélkül szinte. Kapacina belövi! Na nézzük hát, ha Öcsi ezt is kivédi. Ha igen, akkor tovább jut a Nyíregyháza. Ádámovics egy panyenkázással 4-3. Most a legjobb 16 közé lőheti a Nyíregyháza Spartakuszt a Magyar Kupában. Törtei Tamás, gól! Megvan a Nyíregyháza továbbjutása! 11-esekkel a Magyar Kupában a 16 közé jut a Nyíregyháza. Megszületett a kisfiam, és egy olyan sikert értünk el a csapattal, amit egyrészt megérdemeltünk, mert rengeteg munkát fektettünk bele, másrészt pedig hittünk is az egészben, és tudjuk azt, hogy papíron vagyunk csak NB3-osok. Egyébként én azt gondolom, hogy eltüntettük azt a két osztály különbséget a csapat között, és szerintem az első szurkolót, az utolsóig mindenki elégedett lehet a ma este teljesítményével. Óriási élménnyel gazdagítottuk a megyénként, a városunkat, ahol most én szerepelek, a szurkolók pedig itt ugye évek, évtizedek óta hűségesen szurkolnak. Azt gondolom, hogy egy óriási mérkőzést játszottunk. Az első fél időben nem volt kérdés az, hogy melyik a jobb csapat. Aztán lássuk, a második fél időben sajnos a Vasas kijött a szorításunkból, de olyan szűrreális a kép, hiszen arról beszélünk, hogy harmadosztályú csapat beszorítja az első osztályút, ez nem minden bajnokság, minden országban van így. Ma ez megtörtént, a Vasas kijött a szorításból, a második fél időben jól játszott. Aztán hosszabbításban akkor mindenki azt várta, az egész ország, bár nem adta a televíziót, de az egész ország azt várta volna a hosszabbítás után, hogy szét fogunk esni, és ugye a 120 percet mi fizikálisan nem fogjuk bírni. Hát úgy néz ki, hogy bírtuk, olyannyira bírtuk, hogy 11-es harcoltunk ki, ezt kihagytuk. De ez előfordul a futballban. Amúgy Zorán Kosztisnak a város rengeteget köszönhet. Összességében nagyon-nagyon boldog vagyok, és nagyon-nagyon örülök, és azt gondolom, hogy amilyen hangulat ma itt volt, az a több ezer ember, amit ma szerzett nekünk, és mi szereztünk nekik, aztán példaértékű. Híradónk végén nézzük főbb híreinket még egyszer néhány mondatban. Korszerű videó távfelügyeleti központot avattak a Pinkerton cégcsoportnál. Az új berendezésekkel, modern körülmények között képekkel is figyelik a jövőben a cég által őrzött objektumokat. A beruházás kapcsolódik a Nyíregyházán elindult digitális város projekthez.
A jobb ellátás érdekében képességfejlesztő tréningeken vehettek részt a Magyar Református Egyház szociális területen dolgozó munkatársai. A reformátusok erre a célra 198 millió forint pályázati támogatást nyertek el a Széchenyi 20-20 forrásaiból. A pénzből tréningeket szerveztek, egy új informatikai rendszer alapjait vetették meg, és szakmai anyagokat készítettek. Koszorúzással emlékeztek az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseire és eseményeire Nyíregyháza több pontján. A város önkormányzati képviselői, intézményvezetők, civil szervezetek és diákok közösen helyezték el az emlékezés virágait. Csütörtöki hírösszefoglalónkat látták. Október 23-án is jelentkezünk híradóval, és beszámolunk önöknek a városban történő ünnepi megemlékezésekről is. Én megköszönöm figyelmüket, legyen szép a hosszú hétvégéjük, viszontlátásra!